anyámnak, az egyháznak szívében. Szeretet leszek. Köszönöm szépen. Ki ismerte ezt? Igen. Kinek a fohásza ez? Igen, de Liziői kis Szent Teréznek a... Tehát ma egy kicsit Liziői kis Szent Teréz segítségével gondolkozzunk el egy kicsit a Jóisten szándékáról, hogy mit is jelent az egyház nekünk. És ennek a magyarázata az, hogy Liziői kis Szent Teréz, ez a drága kis apáca, olvasva Szent Pál apostolnak a levelét, ez csak házi feladatnak már is mondom, hogy a római levél 12. fejezetét majd otthon olvassátok el, meg az első korintusi levél 12. fejezetét. Mert mind a kettőben ugyanerről beszél Pál apostol, hogy az egyház nekünk a Krisztusba öltözésünk, a Krisztusba oltódásunk, és ez az ő hasonlata a titokzatos Krisztus test, ez az egyház. És Liziői kis Szent Teréz, amikor ezt olvasta, ezen gondolkozott, akkor föltette magában a kérdést, hogy hát hol az én helyem az egyházban? És ugye Szent Pál ezt egész színesen mondja, hogy a kéz nem mondhatja a lábnak, hogy nincs rá szükségem. Mert mindnyájunknak szükségünk van a másikra, a többiekre. És tényleg egy csodálatos dolog, hát ilyenkor húsvét előtt erről mindig egy kicsit el kell gondolkoznunk, rá kell csodálkoznunk ezekre a titkokra. Jönnek elő a gyönyörű kis növényeink, újra indul a természet. És valami csoda itt a szemünk előtt látjuk, hogy kibújnak a kis krókuszok, meg hát nem tudom, hogy ki figyelt föl erre, hogy ilyet én még nem láttam, mióta élek, hogy már több mint 2 hónapja virít a hóvirág. Máskor pár nap alatt... És most mindig egy kicsit meleg lett, hideg lett, ott van a hóvirág. De lassan, majd a szemünk láttára megint úgy kibontakozik, vagy elindul az élet a fákon. Valamelyik nap jöttem haza a 2 perán, és itt, ahol ugye nagy útépítés van, és itt valahol itt... tudom én, Göd felsőgő táján van az a fenyőerdő, ami hát ott oldalt van, és előtte volt egy fűzfa. És olyan érdekes volt ez a látvány, hogy az a szép sötétzöld háttér, és ennek a fűzfának csak a csupasz ágai. És úgy szürkillött előtte. És mondom, rövidesen ott is elindul az életnedvek áramlása, és ki fog zöldülni. Tehát ez az egyik kép, az élő fa, amiben beoltódnak az ágak, és elindul a vérkeringés, hát az életnedvek keringése, ez a csoda, a gyökérből elindul a levelekig. A másik csoda pedig a mi emberi testünk. Megint ez a csoda, amire megint egy kicsit rá kell csodálkoznunk. És tényleg, hát a tisztelem, csodálom az orvosokat, hogy ők hogy tudnak eligazodni ebbe a csodálatos emberi szervezetünkbe, hogy a vérerek behálózzák az egész testünket, a pici kis sejtjeink, a Fraj Tamás professzornak hallottam már több előadását az idegsejtekről. Valami fantasztikus világ. És Szent Pál apostol
hát nyilván sokkal kevesebb anatómiai, meg fiziológiai ismerete volt, de ma ő is rácsodálkozott erre, és azt mondja, hogy ez a másik képe a mi egyházunknak. És akkor hát ezt erről ír, hogy Krisztus titokzatos teste az egyház. Krisztus a fő, mi pedig mindnyájan a tagjai vagyunk. Na hát, Líziói kisterésztől kezdtem el, hogy kereste a helyét az egyházba, és akkor ez csak fölkiáltott, hogy megvan. Legyek az egyház szívében a szeretet. Az egyháznak szívében szeretet leszek. Na még egyszer. Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Amikor készültem a papi szolgálatra, ezt biztos már sokszor hallottátok, hogy egy nagy ajándékként éltem meg, hogy ugye, hol vagy, Kati? 61-ben érettségiztünk, és akkor kezdtem a teológiát. És a következő évben kezdődött a második vatikáni zsinat. Az a rága szent 23. János pápa összehívta a zsinatot, és elindította, aztán utána átadta ugyancsak szent javatás előtt álló 6. Pál pápának, és mi pont akkor voltunk teológusok. És hát emlékszem, hogy hát a Gál Ferenc tanár úr, hát a drága tanárom mindig mondta, hogy zsinat van. Az egyház újra éledésének vagyunk a tanúi. És ennek a zsinatnak a központi kérdése, célkitűzése ez volt, hogy az egyház önmagát újra értelmezze. Kik vagyunk mi egyházként? Az Ószövetségi Szentírásnak nyugodtan mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy összefoglaló címe lehetne a teremtés történetétől kezdve a prófétákon keresztül, a bölcseleti könyveken át, hogy Isten zarándok népének a története. Isten választott zarándok népének a története. És hát nem véletlen, hogy húsvét éjszakáján, tehát nagy szombat este, 8:30-kor kezdjük a szertartást itt a székesegyházunkban. Mindig elolvassuk, fölolvassuk az Egyiptomból való kivonulásnak a történetét, a Vörös-tengeren való átkelést. És ez az előképe, ami keresztény egyházunknak, krisztusi egyházunknak, a Isten választott és zarándok népe. Az úton levő nép. És tényleg a 40 éves pusztai vándorlás, a sínai szövetségkötés, ugye a csúcspontja, a 10 parancsolat, Isten zarándok népe. Ebben benne van ez a gondolat, hogy összetartozunk. És hogy eljátszhatunk a gondolattal, hogy amikor zarándok úton vagyunk, odafigyelünk egymásra, törődünk egymással, egymásra vagyunk utalva. A zarándok útra nem visszük magunkkal a házunkat, visszük a kis motyónkat, de jaj, Bözsikém, van nálad algopirin? Igen, jaj, kinél van kötszer? Az is kell. Jaj, úgy innék egy kis bubis vizet. Jó, igen. Odafigyelünk egymásra. Az úton egymásra vagyunk utalva. És ez ennek hangsúlya van ennek a gondolatnak, hogy mi összetartozunk, egy nép vagyunk, akik indulunk egy, és úton vagyunk egy szent cél felé. És
ez a... Igen, de olvasom tovább. Tehát az Ószövetség választott népe és az Új Szövetség kapcsolata. De már itt van, hogy Krisztus hozta létre ezt az Új Szövetséget a saját vérével. Tehát itt is ez már hangsúlyt kap, csak úgy utalnék arra, hogy a mi magyar történelmünkben olyan fontos szerepet kap, hogy Kucsera tanár úr nekünk magyarázta a vérszerződést. Van ebben valami érdekes dolog, hogy ezt komolyan kell venni. Egy vérszerződés. Összetartozunk. Na most Krisztus vére által vagyunk ennek a népnek a tagjai. A Krisztusban hívők ugyanis, akik nem pusztulásra ítélt, hanem elpusztíthatatlan magból születtek újjá, az élő Isten igéje által, és nem testből, hanem vízből és szentlélekből, választott nemzetség lesznek királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép, ők, akik valamikor nem voltak nép, most Isten népe lesznek. Ez már Szent Péter első leveléből van ez az idézet. Választott nemzetség, királyi papság. Itt megint ez a zsinatnak a szövege. Most ez a, hogy az egyház önértelmezése, kik is vagyunk? És azért szeretnék erre is egy kicsit utalni, hogy amikor beszélünk egymás között, vagy használjuk ezt a kifejezést, hogy egyház, szóljon valaki, ha tévedek. Általában gondolunk a római pápára, vagy a váci püspökre, az egyház szervezetére, templomainkra, intézményeinkre. És hát így is, de tényleg így használjuk, hogy az egyház. Most az egyház nyilatkozik, az egyház törvényt hoz, az egyház. És valahogy paralel megint egy másik kapcsolat, hogy van az állam, megint egy szervezet, és az egyház is egy szervezet. Van egy hierarchikus rend, és hát ma már ezt még tovább bogozhatjuk, hogy van honlapunk, van újságunk, rádiónk, mindenféle belső törvényünk. Csak ennyi. És amikor a zsinat ezt hogy az önértelmezés feladatul állítja maga elé, akkor erre hív bennünket ebben a szentírási idézetek alapján, hogy itt valami sokkal többről van szó. Isten választott népe, a Krisztus vére árán megváltott választott nép, akiken keresztül az Úristen közölni akarja magát. Tehát ez, amit Szent Péter a levelébe, első levelébe írja, hogy királyi papság, szent nemzet vagyunk, ezt aztán az egyház, ez a zsinat Rómába így ezzel a kifejezéssel foglalta össze, hogy az üdvösség alapvető szentsége az egyház. Az üdvösség alapvető szentsége. Most ugye ezt a fogalmat is használjuk, ugye a kereszteléstől kezdve, vagy a szentmisén eukarisztiával kapcsolatban, hogy a szentség az Úristennel való kapcsolatot megjelenítő... Hova álljak? Nem. Ne. Ja, na. Tehát... Na most ez, hogy az egyház alapszentsége, alapvető szentsége az emberiségnek, Isten és az egyház kapcsolatának, innen kell elindulni ebben a ma esti elmélkedésünkben, hogy itt
valami sokkal többről van szó, mint egy szervezeti tagságról. Valami egészen másról beszél Pál apostol, akár a római levélben, akár a első korintusi levélben, és na ez jön tovább, de ezt ne felejtsük el, hogy a szentség fogalma az egyházra vonatkozik, vagyis az Istennel való találkozásnak a kapcsolatát, közvetítését jelenti. Az üdvösség hatékony szentsége. E messiási népnek feje Krisztus, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért föltámadt. Most minden mást felülmúló nevet kapott, és dicsőségesen uralkodik a mennyben. Ezt a népet jellemzi az Isten gyermekeinek méltósága és szabadsága, mindegyikük szívében pedig úgy lakik a Szentlélek, mint templomban. Most itt megint álljunk meg egy kicsit, és ezt most nem olvasom föl, majd otthon nézzétek meg, tehát római levél, első korintusi levél, 12. fejezete. Ahol most már ezt a képet használja Szent Pál, az emberi testnek a képét. Krisztus a fej, mi pedig a tagjai vagyunk. De ez a nagyon fontos mondat, hogy ugyanaz a lélek itatott át bennünket. A keresztségben, és itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy a keresztségben a protestáns ortodox testvéreinkkel együtt azonos értelmű keresztségben bekapcsolódunk a Szent Háromságos Istennek az életébe. És megint húsvét előtt nagyon fontos, hogy ezt átgondoljuk. A Szent Háromság titkát próbáljuk emberi szavakkal megfogalmazni, megközelíteni. És hát más nem tudunk mondani, hogy az Úristen az ő képmását Jézus Krisztusban kimondja, végtelen szeretettel odafordul az képmása felé, a személyes szeretetében, a Szentlélekben. Dadogunk, nem tudjuk. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy reformáció után 500 évvel, a keleti egyházszakadás után 1000 évvel, ez nem kérdés a mi számunkra. A Szent Háromság titkába való hitünk. És ebből fakad a mi egyházképünk. És ezt próbáljuk megérteni, hogy Krisztus titokzatos teste vagyunk, a tovább élő Krisztus, de átitad bennünket Isten személyes szeretete a Szentlélek. És itt megint ezt mind a két hasonlatot használom, hogy ahogy ön csodálatosan beoltunk egy rózsaágat, és utána elindul a nedvkeringés, és az már ahhoz a rózsatőhöz tartozik, vagy beoltunk egy gyümölcsfát, valami hasonló módon kapcsolódunk be, vagy pedig hát nyugodtan mondhatjuk ezt is, ezt a csodát, a transzplantációnak a csodáját, hogy éppen nem tudom, hogy mennyire ki ismeri a Hosták Pista bácsit a Hétkápolnából, az unokáját már elég régóta hát kezelik, és hát éppen most jött meg a hír, hogy megtalálták a donort, és készítik őt elő a transzplantációra. Nem vagyok benne biztos, hogy éppen melyik fajtája, de valami csodálatos dolog, hogy elindul a vérkeringés. Valami csodálatos. És ezt a hasonlatot próbáljuk értelmezni a mi egyházunkban, hogy akik hittel elköteleztük magunkat a keresztségben,
És hát amiről itt beszélgettünk, ugye, hogy az előbb, hogy a baptisták a felnőtt keresztelést különösen is kihangsúlyozzák, de hát a mi nemzedékünk is most már ehhez kezd hozzászokni, hogy ez nem egy szégyelnivaló dolog, hanem egy csodálatos dolog, hogy egy felnőtt ember eljut a hitben ehhez az elhatározáshoz, hogy ő ehhez az egyházi, ehhez a közösséghez akar tartozni, beleoltódik. De ezt mindnyájunknak újra kell élnünk, akik bölcső keresztények vagyunk, ahogy most ezt szoktuk használni, hogy mi bele születtünk. De minden húsvét, minden ünnep erre alkalom, hogy ezt újra éljük, hogy ezt tudatosítsuk magunkban. És akkor itt jön ez a csodálatos dolog, hogy ugyanaz a lélek itat át bennünket, de hogy Pál apostol különösen a korintusi levélben mondja, hogy mindnyájunknak más a feladata, ugyanaz a lélek, de az lélek egyikünket arra indítja, hogy tanítson, a másikat, hogy gyógyítson, a harmadikat, hogy neveljen, a negyediket, hogy segítséget nyújtson. Mindenkinek más a konkrét feladata, de ugyanaz a belső inspiráció a Szentlélek. Elhoztam még a Benedek pápának a Isten a szeretet, az Isten a szeretet című enciklikáját, ami megint egy csodálatos, egy nagyszerű dolog, ezt is mindig ajánlatom nektek is, mindnyájunknak, hogy olyan zseniálisan ír az egyházról ebben a körlevelében Benedek pápa, és éppen ezt hangsúlyozza, hogyha a Szent Háromságnak a titka, a feltétel nélküli odafordulás egymás felé, az Atya, Fiú, Szentlélek csodálatos belső egysége, ezt kell, hogy tükrözze az egyházunk, hogy így lehessünk mi tényleg az üdvösség szentségévé, a szeretet forrásává. Az egyház önértelmezésében megint a zsinat ezt különösen is kihangsúlyozta, hogy ez az egymás iránti felelős, feltétlen szeretet kapcsolat tesz bennünket hitelesen Krisztus titokzatos testévé. Erről fognak megismerni benneteket, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Hogy gondoskodtok egymásról, odafigyeltek egymásra. És amit tehát a Római Birodalom idejéből szoktunk idézni, hogy felfigyeltek erre a pogány rómaiak. Nézzétek, ezek szeretik egymást. Ezek kiállnak egymásért. Most ebben a körlevelében írja Benedek pápa, hogy az egyházunknak, ezt most szó szerint olvasom megint, az egyház lényege hármas feladatban mutatkozik meg. Isten igéjének hirdetése, a szentségek ünneplése és a szeretet szolgálata által. E három feladat kölcsönösen föltételezi egymást, és el nem szakíthatók egymástól. A szeretet szolgálat az egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényegéhez tartozik. Tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése. Ezt is szoktam hangsúlyozni, hát már nem először mondtam ezt, most legutóbb éppen erről a körlevéről elmélkedtünk a zürichi magyar közösségbe múlt héten, ott meglátogattam őket, egy nagyon kedves élményem volt. És ezt mondom, hogy mióta az eszemet tudom, ilyen világosan még nem hallottam az egyház belső titkáról beszélni.
Tehát az, hogy Isten népe vagyunk, Krisztus titokzatos teste, ugye ezt már hallottuk. De amikor Benedek pápa ezt mondja, hogy mi a szent tanításnak, a szentségek ünneplésének és a szeretet szolgálatnak az egységében éljük meg a Szent Háromságnak a tükrét, ezt még korábban nem hallottam. És ez megint azért fontos, hogy a gyakorlatunkban, a gondolkodásunkban ezeket a helyére tegyük. Tehát amikor ezt kimeri mondani Benedek pápa, hogy itt nincs fontossági sorrend, akkor itt valami nagyon fontosat mond. A tanítás, hát ez elsőbb a Szentírás. Isten élő, eleven igéje. Krisztus szól hozzánk. És Krisztusban a Teremtő Isten szól hozzánk. Tehát, hogy ezt újra és újra fölfedezzük, megköszönjük, és hát ebből táplálkozzunk az ő isteni szavából. Majd a végén elimádkozzuk a mi atyánkot, és ezt majd megint hangsúlyosan, Ferenc pápa is múltkor ezt kihangsúlyozta, hogy ez Jézus imája. Megtanulni úgy imádkozni, hogy Jézus imádkozik, ez majd hozzátartozik majd. Tehát a szent tanítás, amiből következik a mi hitvallásunk, hogy Isten bemutatkozik Jézus Krisztus személyében, mint teremtő atyánk, mint aki sorsközösséget vállal velünk, és meghal értünk, és ami üdvösségünkért föltámad, és ide adja nekünk örökségül az ő szeretetének a lelkét. Ugye így búcsúzik, hogy kérjétek és megkapjátok, hogy a pünkösdre készülnek a tanítványok. Tehát a szent tanítás, a szentségek ünneplése, ezt hívjuk liturgiának, ami a mi egyházi életünknek a látható megnyilatkozása, mert ugye ezt mondhatjuk, hogy Szentírást olvassuk otthon, és hát tényleg olyan nagy dolog ez, hogyha mi újra megtanulunk bibliás néppé válni, akiknek ez szívügyük, és most, hogy ott Zürichben is, ott a szállásomon ott volt a Szentírás az éjjeli szekrényemen, de hát ezt ugye nagyon sok szállodában is, kórházban is meglátjuk, ez egy nagyon kedves, szép dolog. De amikor a liturgián ott vagyunk, a szentségeket ünnepeljük, ott már együtt vagyunk. És ez a templom. És ezt is csak úgy megint hozzáteszem, hogy egyház és a templom fogalma összekapcsolódik. És ennek megint a legkiemelkedőbb pillanata a szentmisénk, ahol átéljük az Úristennel való kapcsolatunkat a liturgikus cselekményekben, megint hallgatjuk az ő isteni tanítását, de az utolsó vacsorának a titkát ünnepeljük, az eukarisztiát, hogy veletek maradok. És hát itt megint az egyházzal való kapcsolatunk olyan nyilvánvaló, hogy nem hagylak árván titeket, veletek maradok. És minden szentmisénken, amikor átéljük az utolsó vacsorának a meghitt pillanatait, vegyétek, ez az én testem, ez az én vérem. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Tehát itt megint erre olyan fontos gondolni, hogy tulajdonképpen minden szentáldozás lélekkel való töltekezés, az ő lelkületét vesszük át. Úgy akarunk élni, benne élni, és ő bennünk, hogy hogy őt hitelesen képviselhessük, és így válhassunk mi is szentségé. Na de itt az előbb már beszéltünk ugye a keresztségről, ugye ez is érdekes, hogy a protestáns testvérek ugye
ezt a két sakramentumot, két szentséget hangsúlyozzák, a kerességet és az úrvacsorát. Mi még ugye hozzátesszük a bérmálást és betegek kenetét, bűnbánat szentségét, papság szentségét, de kétségtelen, hogy a két kulcs kapcsolat, a keresztség és az eukarisztia, az úrvacsora. Tehát a liturgia, és ezt én mindig így szoktam fölfogni, hogy a közös ünneplés nélkül nem vagyunk egyház. Megint a húsvéti készületben ez is legyen egy fontos szempont, hogy az nem keresztény élet, hogy a magam módján vagyok én vallásos. Ez nem egyház. Az egy magánvállalkozás. Csak együtt lehetünk mi hitelesen Isten népe és a Krisztus tizedoktatós teste. Hát ez magától értetődő dolog. Hát ha mi nem keressük az egymással való találkozást, akkor hogy higgye el a külvilág, hogy mi értjük Isten szeretetét. Tehát ez megint nagyon fontos. És a töltekezés Isten igéjéből és az eukarisztiából, a szeretetben való töltekezés, hogy utána azt a harmadik feladatunkat teljesíteni tudjuk, hogy mi tényleg törődünk egymással. Önzetlenül, nagylelkűen, figyelmesen, türelmesen. Csak úgy megint megjegyzem, hogy a első korintusi levél 12. fejezete szól erről, hogy egy lélek itatott át bennünket, és utána jön az a gyönyörű 13. fejezet, a szeretet himnusz. Ezt megint házi feladatként egyszer szálljatok rá 5 percet. A szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem ingerlékeny, mindent elhisz, mindent elvisel. Gyönyörű. Megint az egyházunk, és akkor itt olvasom tovább a zsinatnak a gondolatát, hogy e nép törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. Ő a mértéke. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Ezekben a napokban, jövő hét már ugye nagypéntek lesz, ugye mához egy hétre nagysütörtök, aztán nagypéntek. Így tekintsünk Jézus keresztjére, hogy ez a szeretetnek a mértéke. A legnagyobb szeretet. És ez a mi népünknek, az egyháznak a belső törvénye. De rögtön hozzáteszük azt is, hogy az a szeretet, amely az igazságosságra épül. És ez megint Benedek pápának is egy nagyszerű gondolata volt, hogy a caritas in veritate, ez is egy körlevele volt, hogy a kettő összekapcsolódik, nem lehet kijátszani egymással a kettőt. Az az igazi szeretet, amely igazságosságra épül, és ez megint egy nagyon fontos, szép gondolat. És ezzel befejezem, hogy és végül ennek a népnek a célja Isten országa, amelyet maga Isten kezdeményezett a földön, amelynek egyre terjednie kell, míg Isten tökéletessé nem teszi a történelem végén, amikor megjelenik Krisztus a mi életünk, maga a természet pedig a mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Vagy ahogy megint Szent Pál írja, amikor Krisztus lesz minden mindenben, az Isten országa. Isten zarándok népe vagyunk, a föld sólyaként, a világ világosságaként, hegyre épült városként vagyunk jelen a mindenkori történelmi környezetünkben, de célotok a megszentelődés, gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Ez is Szent Pál szava, az Isten országa.
Zarándok úton vagyunk, mint a zsidó választott nép az ígéret földje felé, és a mi számunkra, Isten új szövetségi népeként, a mi számunkra az ígéret földje, az az Isten országa, amiről Jézus beszél. És ez az, amit most ez a befejező gondolatom, hogy igen, egy távoli cél. Amikor Isten lesz minden mindenben, Krisztus lesz minden mindenben, és nem lesz többé háborúskodás, gyűlölködés, ellenségeskedés, amikor kisimul ez a világ. Kisimul Isten szeretetében. De ez a világ, ez már itt van köztünk. Isten országa köztetek van, ma este is. Mi mai közösségünkben is jelen van Isten országa. És erre kaptunk meghívást, hogy ezt az országot a Szentlélek segítségével, a bennünk élő Szentlélek erejével bontakoztassuk. De olyan ez, mint a télben szunnyadó élet. Ott van az élet, de még nem látszik. És ez a mi reménységünknek a próbája, hogy bármennyi csalódás, fájdalom ér is bennünket, ez az Isten országa épül megállíthatatlanul. A Teremtő Isten, aki ezt a világot adta, ő Jézus Krisztus által biztosít bennünket, hogy az ő ígérete beteljesedik. És ez az új ígéret, az az Isten országa, ahol letöröl a szemünkről minden könnyet, és ahol egy atyai házat készít nekünk. Olyan gyönyörű ez a Jézusi ígéret, hogy előre megyek, hogy helyet készítsek nektek. Előre megyek, hogy helyet készítsek. De már most ez a kapcsolat, ez az életkapcsolat megvan. Ezt próbáljuk átélni ezekben a napokban, a húsvéti készületünkben, és ennek a tudatában és örömében akarjuk tenni a dolgainkat, a mindennapi feladatainkat, de mindig úgy, hogy igen, itt élünk, ebben a látható világunkban, de a reménységünk már oda át van.